Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön a kérdés rögtön az elején, amire nagyon szeretném, ha válaszolnátok, hogyha egy jó kis vita alakulna ki erről, te miért veszed meg a bf egyet, Kipróbáltátok a b az alfát, valamelyiket? Mi volt az, ami megfogott? az egész dologba, és mit vártok el a Battlefield 1-től? Erre a kérdésre kellene válaszolni. Ugye, hát csináltam egy hasonló videót Call of Duty 4 Remastered Edition-től is, mert azt hiszem az igazi hype a körül van, nem az Infinite Warfare. Örül, és miközben kifejtem uh, a dolgokat ezzel a videóval kapcsolatban, azt elárulom, hogy természetesen én is meg fogom venni a Battlefield 1-et, uh, és azért szeretném, hogyha tényleg hozna valami nagyszerűt a játék, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy néhány dologra uh, szeretném felhívni a figyelmet, illetve hogyha úgy tartjuk kedvetek, akkor kitárgyolni uh, a dolgokat, és hogyan működnének. Ilyenkor ugye mindig egymásnak vetül a két tábor, hiába az egyik más, másai az egyik más, a máték, más a másik, de ugye megvan ez a, a hangulat, hogy a két játék szinte uh, ugyanabban az időben jön ki a kategóriás súterek, és az egyik a hatalmas uh, uh, ugye csatákat képviseli, a másik kicsi gyors uh, csatákat képviseli, és ketté osztja az, uh, az embereknek a uh, nem az embereket osztja kettő, hanem a játék stílusokat osztja kettő, ki, mit szeret van, aki mind a kettőt, én például abban a táborba szeretem, aki mind a kettőt uh, kedveli, és emiatt egy afféle de objektívan egy ilyen külső szemmel szeretem néz nézni, de nagy élvezettel a két tábornak a csatáját, vagy a két játéknak a csatáját, és... Egyben szeretne, de egyben ugye nagyon figyelem a Battlefield-et is, én azért uh, Call of kezdtem, Call of Duty-ban teljesedtem ki, fantasztikus játék volt, és uh, a Battlefield mindig ott volt, egy kicsit enyhébben, mint egy párhuzam uh, a kod mellett, amivel szerettem játszani, és egy idő után ugye a Battlefield átvette, hogy mondjuk így a vezető szerepet a játékoknál uh, nálam is, és uh, Jobban kezdtem el megkedvelni, főleg azért, mert a kod nagyon eltávolodott attól a magasabb fokú kompetitivitástól, amit régebben képviselt. Na de, elérkeztünk a Battlefieldek évenkénti kiadásához. Oké, okay, nem Battlefield hívják nem modern kori, hanem most Battlefield 1. Tavaly volt Battlefield Hardline, szinte egy kiegészítője a Battlefield 4-nek. Battlefield 4 előtt volt BF3, BF3 előtt volt Bad Company 2, Bad Company uh, előtt volt, uh, Isten se tudja mi, 2142 talán, és szinte évente, hanem egy idő után már évente jön ki a Battlefield is. Na most tudjuk, azt hiszem tudjuk, hogy miért van az, hogy most a Battlefield egy az első világháborúval foglalkozik, és nem jövőbe éli shooterrel, mert ha végig gondoljuk logikusan, ugye a Battlefield 4 után már egy jövő alapú shooter kellene következzen a Battlefield sorozatban, és ugye egy 2143-mal, Battlefield 2143, én tökéletesen elégedett lettem el volna epic csata jelenetekkel a jövőben. De igaz, ami igaz, hogy az világnak valóban elege van a jövő alapú shooterektől is valami uh, realisztikusabbat akart ebből a szempontból valamit, és ezért ugye úgy döntött a Battlefield egy egyszerű üzleti húzás miatt úgy gondolom, hogy Battlefield uh, első világháborúval fog foglalkozni, annak ellenére, hogy az Activision például a kod részéről tudták, hogy, hogy ez már nem lesz menő, és mit csináljunk, mit csináljunk, hát most már ha elkészült az Infinite Warfare, mert elkészült még mielőtt, bármit is uh, reklámoztak volna róla. Tehát a játékok már nagyon előre el vannak készülve. Mit csinálunk, mit csinálják, az Infinite Ward, hogy el tudjuk adni, vagy az Infinite Warfare, hogy el tudjuk adni, adjunk mellé kodnégyet az a király, és megcsináltak a legnagyobb üzleti fogást. Azért, hogy ami, amiért kodnégyet adnak ki az Infinite Warfare mellé, a, azzal mentik meg a Call of Duty-nak ezen egy évi bevételét gyakorlatilag, és nem beszélve arról a taktikai húzásról is, hogy ők még mindig egy modern shooter-t adnak, ki, egy jövőben játszódó t adnak ki, és az EA-nél szinte ugyanabban az időben egy hónap eltolás, vagy még annyival se megjelenik a Titanfall 2. Tehát, van egy jövőbeli shooter, jé, Call of hívják, van egy ö, jövőbeli shooter, jé, titanfall hívják, ki a franca karja már őket megvenni, és a Titanfall egy Masszott jó, kiváló játék. De mivel mi már hányunk a jövőbeli sót a Titanfall nem fogja jól teljesíteni, mint ahogy várnák tőle. Ez gondolom én, ez az én összeesküvés elméletem. Rátérve a Battlefieldre, már bocsánat, hogy így elhúztam az időt. Rátérve a Battlefieldre, öm, úgy gondolom, hogy kicsit már lehet, hogy kell sok -ok lenni az évenkénti Battlefield is. Játszottam az alfával, a Beta-t nem volt szerencsém újra kipróbálni, mivel hogy el voltam utazva, nyaraltam, de attól függetlenül az alfában egyet tapasztaltam, és leszámítva, attól, hogy ilyen gameplay, olyan gameplay, ez is egy Battlefield. A Battlefield-től um, elvárjuk, hogy hozzon egy nagy csatát és a Battlefield ezt tökéletesen tudja teljesíteni. Nagyszerűen, kiválóan hozta BF4-ben, kiválóan hozta BF3-ban, kiválóan hozta Bad Company 2-ben, 2142-ben, uh, anno... 1942-ben, tehát mindegyik Battlefield frankon és fantasztikusan hozott jeleneteket hűségesen ahhoz az adott korhoz, ahogy elképzeljük uh, mi, uh, mikor uh, egy filmet nézünk, ahogy elképzelhetünk, ahogy hogy hogy zanhat le egy nagy volumenű csata, egy támadás, a Battlefield tökéletesen hozta, amit hozni kell. És íme itt van nekünk ez a Battlefield 1. Nem tudom ki mennyire jártas a az első világháborúban, de a Battlefield egy ugye az 1918-as évek végét, tehát a háború végét, 18-as év eleje vége, ragadja meg, és az akkoriban felfedezett új eh, fegyvereket, prototípusokat eh, fogjuk látni bevetésen és egy csata alatt. De attól függetlenül az első világháborúnak a java része, tehát a, az, a, az a három év gyakorlatilag az arról szólt, hogy egy lassú, Lemenetű, ö, lövészárok, csaták, egylövetű fegyverekkel, kardokkal, szuronyokkal, anyám kínjával és gyakorlatilag e köré helyeződött az első világháború, és ennek ellenére a betöfülje megragadja csak a végét. Ezáltal úgy gondolom, hogy egy kicsit ö, ö, elszakadva attól, ami volt az első világháború, és beleültetve az egészet valami olyasmibe, amiben a Battlefield jó a nagy volumenű csatákban, de nem biztos, hogy ez jót tesz a franchise-nak, magának, a sorozatnak, mert valahol úgy látom, hogy halad a Battlefield afelé az út felé, ami, ahova az Activision erőltetnek valamit, amiben jók, de nem illeszkedik bele a témába. Tehát egy témát akarnak ráerőltetni arba, amiben jók. Tehát nem biztos, hogy az első világháború volumenű csaták a Battlefield szintű epikus csatákba kell, hogy beleilleszkedjenek. Ezt vettem én észre az Alfa előtt. Azt vettem észre, hogy a játékmenet nem biztos, hogy azt tükrözi, ami az első világháború volt. Nem tudom, nem voltam ott nem is éltem, amikor lezajlott az első világháború, nem tudhatom, hogy mi van ott, csak hogy az én elképzelésemben, hogy tanultam a történelemről, amit láttam az első világháborúról, dokumentumfilmeket, képeket, tanulmányokat, amiket olvastam, mert nem ez az első világháború, amit a Battlefield 1 megragadott, hogy csak azt az egy utolsó évet gyakorlatilag. Nos, ez egy, számomra egy ilyen fő dolog, amitől e, úgy érzem, hogy kicsit a Battlefield nem az, mint aminek e, mondja magát, és ezért az Infinite Warfare például a kodnál hiába tököm tele van az egész shooter világgal, de ők legalább hülyek a témához, és ahhoz a futurisztikus csatákhoz, amiket látunk sci-fi filmekben, tehát valamilyen szinten. És a Battlefield enyék úgy érzem, hogy kicsit eltolódik, és hogyha ezt minden évben el fogják játszani, hogy valami olyat tesznek bele, valami olyasmibe, ami nem illeszkedik össze, akkor megeshet, hogy a Battlefield is lecsúszik azon az úton, ahova a ti hogy látjátok ezt? Erre, erre nagyon kíváncsi lennék, hogy eh, hogyan érzékelitek ezt a dolgot. Továbbá, rátérnék, attól függetlenül, tehát még mielőtt rátérnék a single player, attól függetlenül félértés nélessen, az, az, az epik csaták, amik, amik léteznek a, a Battlefield-en belül, azok fantasztikusak. Az a látványvilág, az a hangulat, az a, az, az érzés, amiközben játszol az, a Battlefieldnél, az, az fel, felbecsülhetetlenül fantasztikus hiába nem illeszkedik a téma az egész koncepcióba valahogy, de egyszerűen úgy eladják, és úgy eladja magát a játék, hogy ez fantasztikus, emellett nem lehet elmenni. Single player, Battlefield egy single player, um, mindenki, mindenki várja valahol, hogy, hogy a, a nek egy fantasztikus single player -e legyen. És, és, úgy érzem, hogy a srácok igen igyekeznek, és az első, nem az első, tehát a Bad Company is kettes karakterekre még mindig emlékszem, fingom sincs a nevükről, de meg emlékszem a jellemükre, a, és az volt az első nyélbeütés a Battlefieldnél, a karaktereknél. Úgy érzem, hogy az első igazi nyélbeütés. A másik, a BF3 már úgy, csak a kínai csajra emlékszem, meg a, meg a csávóra. Tehát a többire nem tudom kik azok, és nem, nem is érdekelnek, és neki sem emlékszem a nevükre, csak a jellemükre. Viszont ha arra gondolok, hogy Call of Duty, akkor Captain Price, Soap, Ghost, ezek így, így beugranak nevek, nevek, és ez az, amiben a ö, ö, Battlefield hiány szenved. Nem beszélve arról a hiányról, hogy a csavar a témán, a csavar a témán nincs meg. Hiába ott volt a Battlefield 3, hogy ú, na most eldönthetjük, ki hal meg, és utána, ha lejátszod még egyszer, akkor eldöntheted, hogy a másik is haljon meg, mert fel akartad oldani a fegyvert, ami azzal járt. Szóval... Ha csavart akarunk csinálni, akkor az egyik meghal, és kész. A másik pedig szerethetővé kell tenni a karaktereket. Szeret és a Battlefield-nél ezt hiányolom. Nem szerethetőek a karakterek, semmi extra, csak emberek. Tudom, hogy lehet hogy azt akarják képviselni, hogy csaták, és névtelenül halnak meg ott a katonák, meg minden, de például a kód ezzel ellentétben, a kód 4. Hát én ott sírtam. MV3 egyenesen bőknem, tehát így e e kod 2, tehát az, 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 az maga, az is tiszta durva volt a vége. Egy szerethető karakter, ha azzal történik egy csavar a történetben, sokkal inkább annak érzed, mint aminek szánják. Tegyük fel, amikor kod 4-ben mindenki meghal a végén, gyakorlatilag legalábbis azt hiszed, hogy mindenki meghal e a végén, akkor a szerethető karakterek, Ről tudod, hogy úgy haltak meg, hogy névtelenek voltak valami olyasmiért, hogy a világ szabad maradhasson. Ez a Battlefieldből hiányzik. Hiányzott. A másik pedig, ugye, öm, hogyha megnéztél, nem tudom, ki látta, ugorjatok el a Facebookomra, ott van a single player részlet. A Battlefield-ről. A uh, Battlefield 1-ről egy single player részlet, és úgy indul az egész, hogy egy nagy csatában vagy, és figyelmeztet, hogy nem vagy hivatott túlélni ezt a csatát, és azt mutatja, hogy több embernek a bőrébe ugrasz, és több ember uh, fogja és meghal a csatában, és közben kiírja a nevüket ettől, hogy eddig éltek. Oké. Okay ez jó, már fel, fel, van egy szál véve, az, hogy több ember meghal, már összekever az elején, és utána bemutatnak neked négy karaktert, akik egy tankot fognak vezetni, és ez a négy karakter fantasztikus személyiségekkel megáldva, a legstandardebb személyiségekkel, amik valahol léteztek, ez már lejött a játék első öt percében, mint hogy mondtam, hogy megismerte a karaktereket, tiszta ilyen Fury film beütése volt. És remélem eljutottatok eddig a videóval. Macska bugyi, macska bugyi, aki eljutott eddig ezzel a videóval. Macska bugyi, írjátok le a kommentbe. Na, és hogyha ugye meg is a standard karakterek, tisztén Fury beütés, csak ugye a számítógépes grafika nem tud olyan jó színészkedni, mint Brad Pitt, szóval. És, és nem beszélve, hogy csak ezt a négy karaktert megismertük, akihez még úgy talán ragaszkodnánk is a jellemükhöz, a hősieségükhöz, amit véghez visznek majd ebbe a játékba, csak emellett megismerünk szerintem még három-négy fő karakternek mondott valakit, akiknek ugye szintén a jellemüket ki fogják valamilyen szinten dolgozni egy három órás játékban, ha értitek, mire gondolok, és akkor úgy gondolom, hogy ha bár jó lesz a single player, látványos lesz, de megint el fogja bukni a témát ebből a szempontból, de majd ha a single player-t végigjátszom, akkor megnézhetitek ti is, hogy hogyan vázoljuk le pszichológiailag a karaktereket a single Nos, hölgyeim és uraim, kíváncsiak a véleményetekre, hogy álltok hozzá a dolgokhoz, addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!